négyzeten, az n-en, és akkor az nem lesz más, hogy gyökkettő plusz egyszer, hát ez most pedig kettő, meg egy az három, de most a tagoknak kétszeres szorzatának hozzá, hogy kettet három plusz gyökkettő, van az n-en. Az egész úgy néz ki, hogy 3 minusz 2-szer gyökkettő az n-en, plusz gyökkettő plusz 1-szer, 3 plusz 2-szer gyökkettő az n-en, osztva 3 minusz 2-szer gyökkettő az n-en, plusz 3 plusz 2-szer mondjunk valamit arról, hogy 3 mínusz gyökkettő, mínusz 2-szer gyökkettő az n-en. Mondjunk valamit erről a számról. Ugye a gyökkettő az 1,40 valamennyi, szóval 2 az 2,8, de ez valami 0,2 az n-en. Tehát csak úgy nagyságrendileg helyezzük el a kifejezést, hogy ez itt mennyi lehet. De ez itt 0,2 az n-en van, meg ott fönt is. Nyilvánvalóan nem neki van beleszólása ott bármilyen. Ez pedig a nagyobbtag. Akkor most mit csinálsz? Leosztasz azt a nevezőnek a domináns tagjával, ami ez. Az egészet végigosztod ezzel. Csikasz? 3 minusz 2-szer gyök 2 az n-en osztva 3 plusz 2-szer gyök 2 az n-en. És milyen csoda, ha ezt leosztod azzal, kapod azt, hogy gyökkettő plusz 1. Osztva ugyanez 3 minusz 2-szer gyökkettő az n-en, 3 plusz 2-szer gyökkettő az n-en, és mi az ott az a osztott 3 plusz 1. Oké. Ez a számít. Ugye valami az n-en, meg valami az n-en. A félúgy az nagy kifejezés felét az n-en. Tehát 3 minusz 2-szer gyök 2, mert 3 plusz 2-szer gyök 2 az n-en. A hatványalak az kisebb 1-nél? Abszolút értékben? Ez a szám is pozitív, ez a szám is pozitív. És a nevező nagyobb, mint a számára. Az egésznek az értéke abszolút értékben kisebb, mint egy. És így kész vagy. Miért vagy kész? Mert akkor ez a rész itt hova fog tartani, mint bekarikáztam. Mértani sorozat, mértani sor, meg a hányadosan kisebb, mint egy. Szóval tart. Abszolút. Persze ez tart az imámban. Ez a rész itt tart a gyök 2 plusz 1-ben, ugye nekünk konstans, ez itt ugyanúgy tart a nullában, a számlában, és ott van az 1-es, az egész nem tart a második gyök 2 plusz 1-ben. Na, ez a rész itt nulla, ez a rész itt nulla, az ott a gyök 2 plusz 1, az pedig lehet ez az 1-es. Tehát a gyök 2 plusz 1-ben. Ugye ez nem volt nehéz, így csak annyit kellett csinálni, hogy ezzel leosztasz, és azt látod, hogy ez ugyanúgy mint ez. Miután négyzet elmented, és még egy tagot kérdezte belőle. Kérdés, kérdés, megjegyzés. Majd mindent kikapcsoltuk a kamerát. Na, ugyan, a kamerát.